és nézzük a közérdekű vendéget, Takács László polgármester. Köszöntöm, polgármester, és köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Szép napot kívánok, köszöntöm a televízió nézőket. A beszélgetésünk elején én javaslom, hogy egy kicsit kanyarodjunk vissza az előző havi testületi üléshez és a helyi adókhoz. Itt úgy gondolom, hogy fontos hangsúlyozni azt, hogy nem emelkednek a helyi adók. Igen, ugye a helyi önkormányzatok működéséből adódóan minden év végén a következő gazdasági év előtt kell megállapítanunk a helyi adók mértékét, és ugye az idei esztendőben is ezt így tettük, és ahogy el is mondta szerkesztő úr, az idei esztendőben sem javasoltuk az adótételeknek az emelkedését. Úgy ítéljük meg, hogy a város gazdasági ereje, a gazdasági növekedésből adódó adóbevételeink azok finanszírozni tudják azt a többletet, amit a költségvetésben rendelkezésre kell bocsássunk. Egy változás van a helyi adózásban, az pedig lenne az, hogy az építményadónál egy új adókört vonunk be az adófizetők közé, ez pedig vannak óriás plakátok szerte a városban, és ezeknek az óriás plakátoknak az üzemeltetői szeretnénk arra bírni, hogy egy kicsit hozzájáruljanak ők is a közbevételekhez, és ugye ebből adódóan a másfél négyzetméter feletti hirdető felületeknél állapítottunk meg egy adómértéket. Ez körülbelül olyan 80-100 plakát helyet érint információink szerint, ami felméréseink szerint a városban, és ami nagyon fontos, hogy nem azokat az ingatlan tulajdonosokat terhelik, akiknek a területén áll ez a hirdető létesítmény, hanem azokat a hirdető cégeket, akiknek a tulajdonában vannak ezek a hirdetési felületek. Nagyon fontos, hogy az autista ház elhelyezése megoldódni látszik. Nem csak, hogy megoldódni látszik, meg fog oldódni. Így van, ugye már a hetekkel ezelőtt történt egy bejelentés a tankerület részéről Fodor igazgató úr a polgármester asszonnyal egy közös egyeztetésen, ahol ugye az autista szülők is részt vettek, tájékoztatta arról az ott résztvevőket, hogy sikerült forrást találniuk ennek a problémának a megoldására. Ugye ez azért összetett ez a kérdés, hiszen itt az önkormányzatnak tulajdonképpen semmiféle kötelezettsége sincsen ezzel a feladattal kapcsolatban, hiszen ez nem a mi feladatunk. Annak idején sem az önkormányzaté volt, de valamikor a 2000-es évek elején akkor szabad kapacitás volt a Lövész utcai óvodába, és ott egy ingatlan részt átadott az önkormányzat. Egyébként hozzáteszem, hogy mindenféle kötelezettség nélkül az autista háznak, illetve akkor még egy alapítványnak. Aztán ugye teltek múltak az évek, ők ott tulajdonképpen berendezkedtek, de jött egy lehetőség két esztendővel ezelőtt, hogy az önkormányzat pályázzon az óvodának a felújítására, és ugye nekünk az a koncepciónk, hogy minden intézményünket, létesítményünket, ha már hozzányúlunk, akkor szeretnénk teljes egészébe megújítani, korszerűsíteni. Így a Lövész utcai óvoda is megújul, viszont ugye az ingatlan rész, amit az autisták használtak, az arra szüksége van a városnak, hiszen nekünk az meg kötelező feladatunk, hogy az óvodai ellátást biztosítsuk, és ugye adódott a lehetőség, hogy az Ady Endre utcai volt óvoda épülete az üresen áll, az önkormányzat szándéka szerint nem kíván semmi olyan tevékenységet végezni benne, ami mondjuk nem a közoktatáshoz, illetve olyan közfeladathoz kapcsolódna, bár ugye, hogyha visszaemlékezünk, 3 évvel ezelőtt azért furcsa hangokat lehetett hallani, hiszen az akkori felfokozott hangulatban egyébként pont a volt óvoda vezető vezetésé olyan hangok, hogy ezt mi el akarjuk adni, meg már kinéztük, hogy kinek adjuk, meg hova adjuk, hát semmi ilyenről nem volt szó, és ugye a tavalyi esztendő nyarán már mi hoztunk egy döntést, amiben az önkormányzat felajánlotta ezt az ingatlant arra, hogy az autistáknak segítsünk, és az autista központnak az elhelyezését megoldjuk, és most pedig megszületett a végleges döntés, vagyis az, hogy az önkormányzat rendelkezésre
rendelkezésre bocsátja ezt az ingatlant, sőt ahhoz is hozzájárul, hogy különféle átalakítások, illetve hozzáépítések legyenek. Ugye ez azért fontos, mert a tulajdon az önkormányzat és mindenfajta ilyen dolog, ez fontos. Magyarul ezzel azt kívántuk kifejezni, hogy hosszú távon elkötelezettek vagyunk ebbe a témába, és ezt a segítséget meg fogjuk adni, úgyhogy ameddig ott autisták lesznek, addig az ingatlan rendelkezésükre áll. Ez egy nagyon jó hír a számukra. Készül a város rendezvénynaptár tervezete. Miből áll, mennyire konkrét már ez, mennyire látnak előre? Hát nyilván tervezni lehet, nagyon sok rendezvény van. Lesz-e jövőre is? A jól bevált, megszokott rendezvényeket várhatjuk-e jövőre is? Reményeink szerint igen. Tehát gyakorlatilag szerkesztő úr elmondta, ugyanaz a fajta metódus mentén haladunk, tehát a nagy rendezvényeink, mind a tavaszi Városalapítók napi rendezvény, a Laska Fesztivál, a Nemzeti Vágta futammal, az augusztus 20-i kisebb rendezvény, illetve a Kossuth napok és az adventi rendezvény sorozat, ezek a fő rendezvényeink, ezek természetesen megtartásra kerülnek. Itt ugye abba a tekintetben, hogy melyik hány napos lesz, ugye itt igazodni kell a hétvégékhez, meg itt egy furcsa együttállás lesz, mert például a Laska Fesztivál idején lesz pont a pünkös, tehát ott majd azért ki kell ezeket ügyesen találni, hogy ne üssék a rendezvények egymást, de alapvetően azt a fajta rendezvény struktúrát, illetve azt a színvonalat, sőt még egy magasabb színvonalat, amit most már azt gondolom mondhatjuk, hogy megszokhattak a ceglédiek, a környékbeliek, vagy az ország több pontjáról ide látogatók, a szeretnénk, illetve fogjuk is a következő évben biztosítani, és az egyéb kisebb rendezvények, megemlékezések tekintetében is természetesen minden ilyen esemény megtörténik. Közlekedéssel kapcsolatban több fronton is tudunk tárgyalni, beszélgetni, pontosabban az utakkal kapcsolatban. Az egyik nagyon fontos az, hogy átadták a megújult Dunai utat. Igen, ugye hivatalos formában megtörtént az átadás, ez egy nagyon nagy léptékű dolog, én úgy hiszem, hiszen jó magam már 20 esztendeje vagyok városi képviselő, de már a kezdetektől fogva a Budai út megújítás az mindig mindenki választási programjában és mindenféle dologban szerepelt. Ugye egy kicsi nehézséget az okozott, hogy nem a város fenntartásában van ez az út, de az idei évben, illetve már tavaly évben látszott, ez, hogy Földi László országgyűlési képviselő úr aktív közreműködésével sikerült kilobbizni azt, hogy egy útszakasz megújuljon, és ehhez kapcsolódóan ugye az M4-es gyorsforgalmi út fejlesztésével már átadásra került a nyár végén egy lehajtóága a Budai úti résznél, és ott még volt egy rövid kis szakasz, ami nem újult meg, ez pedig a város egy ilyen közutas koprodukcióval sikerült megújítanunk, egy új buszmegállót kialakítanunk, úgyhogy tulajdonképpen a várostól a Budai úti település részig jó minőségi úton lehet közlekedni, és ami számunkra nagyon fontos az, hogy az idegenforgalom szempontjából az új M4-es gyorsforgalmi útról is egy kitűnő minőségi úton lehet a fürdőt, illetve a szabadidőközpontot megközelíteni. Maradva az utaknál, utcáknál átadtak felújított utcákat, nem is egyet. Igen, ez is egy technikai dolog volt, hiszen tulajdonképpen itt is már ezek az utcák elkészültek hamarabb. Ugye itt az úgynevezett belterületi utak pályázaton. Ez az a pályázati lehetőség, amit a kormány szavazott meg Pest megye számára, hiszen ezt sokszor elmondtuk, hogy Pest megye abból adódóan, hogy a közép-magyarországi régió része nem minősült infrastruktúrális fejlesztésekre, Európai Uniós pályázati forrásokra, és a kormányzat itt egy 80 milliárdot biztosított a megye számára, na nem csak utakra, hanem nagyon sok minden másra, de ebből tudtunk pályázni, és így megújulhatott 15 utca, illetve utca rész. És ami jó hír ebbe az átadóba, hogy ezzel az átadóval párhuzamosan most már megjött a hivatalos értesítés, hogy a második körben is nyertünk, annak a közbeszerzési eljárás az napokon belül elkezdődik, és reményeink szerint tavasszal újabb közel 10 utca fog megújulni, sőt
a belügyminisztériumi pályázaton is sikeresen pályáztunk, így az összekötő út, ami szintén egy elég rossz minőségű útszakasz lesz, megújulhat, de ezen túl még, hogy fokozzam vagy csigázzam a kedélyeket, úgy néz ki, hogy a Magyar Közúttal való egyeztetésbe azok az útrekonstrukciók folytatódnak a Magyar Közút részéről is a következő esztendőben. Ezen túl még az önkormányzata az idei évi költség, illetve a következő évi költségvetésben szeretne további útszakaszokat rendbe tenni, úgyhogy ha minden összejön, akkor én azt gondolom, hogy ha a jövő ilyenkor beszélgetünk, és hogyha lesz rá módom, akkor azt elmondhatjuk, hogy itt azért több tízes nagyságrendű út vagy útszakasz újulhat meg jövőre is. Hát most itt például az igényelhető legmagasabb összeg 150 millió volt, és 129-et nyert meg. Így van. Tehát jelentős összeget sikerült pályázati úton nyerni. Talán egy kicsit kapcsolódik az utcákhoz, közlekedéshez, egyáltalán a mindennapi létünkhez mindenképpen. Elkezdődtek a fasori munkák. Így van, ugye ezt évről évre folyamatosan végezzük, hiszen elmondtuk évekkel ezelőtt, hogy ahhoz, hogy a növények, főleg a fák, azok megfelelő állapotban legyenek, ahhoz folyamatosan ápolni kell őket. Mindenki, akinek kis kertje van, de hogyha csak egy balkonládája van, az is tudja, hogy a növények azok olyanok, nem olyanok, mint egy épület, hogy megépítjük, és akkor évekig nem kell hozzányúlni, hanem ők folyamatos törődést igényelnek, és hát így a fasori munkálatok is elkezdődnek. Itt nagyon sok részen a fasorok ifítása történik meg, de ezen túl egyébként sajnos el kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon sok fakivágás is van, ami egy kicsit kellemetlen is az önkormányzat számára, hiszen olyan területeken csináljuk ezeket, közterületen, utcákon, ahol a lakosok kérik ezeket, és olyan helyeken, ahol valamikor mindenféle önkormányzati egyeztetés nélkül elültetésre kerültek fák a közterületeken, és aztán utána ezek kinövik a helyüket, és akkor utána az önkormányzathoz jönnek, hogy vágjuk ki, és azért tudni kell, hogy ennek több százezer forintos költsége van, amikor egy fölnyomott járda, vagy egy ház előtt egy tetőre omló ilyen fát kell kiszednünk, úgyhogy szeretnénk, hogyha a jövőben ebbe egy kampányt indítani, hogy már előzzük meg ezeket a problémákat, amik ugyan évtizedek múlva fognak jelentkezni, de már az ültetésnél figyeljenek oda a lakosok erre. A főkertészekkel, a várva kollégáival egyeztettünk abba, hogy egy úgynevezett ajánlott faültetési rendet fogunk összehozni, ami azt jelenti, hogy adott területeken, adott utcákban megmondjuk, hogy milyen fafaj ültethető, és aki ettől eltér, vagy nem egyeztet ebbe, azokkal szembe valamilyen lépést kell tenni, mert a jövőben ezek a problémák adódnak belőle. Megtörtént sor kerítettek a szokásos évi gépszemlére is, azaz felkészültek a tél kihívása jelére, ráadásul bővült is a géppark. Igen, így van. Ugye évről évre a köztisztasági feladatokhoz kapcsolódóan a téli hó vagy síkosságmentesítési munkálatok azok folynak. Itt ugye az önkormányzat egy 5 éves szerződésbe láttatja el ezt a feladatot. Azt fontos tudni ehhez, és ez hozzáférhető a város honlapján is, és a várvak honlapján is, hogy melyik utcában milyen felületkezelési mód van. Nagyon sokszor érkezik jelzés hozzánk, hogy adott utcában nem tolták el a havat, holott az az utca nem eltolásos technológia, nem lehet, hogy csak úgynevezett szórásos technológiában van, tehát azt nem tudja vállalni a város, hogy minden egyes közterületén sózás, hóeltolás és egyéb munkálatok folynak. Priorizálva vannak az utcák, hogy hol milyen technológiával kell ezt a feladatot ellátni, és ezeket én úgy gondolom, hogy időről időre teljesíti is rendesen a szolgáltató. Hozzátartozik, hogy az új szerződési periódusban egy nagyon komoly biztosítási rendszert építettünk be, hiszen kötelezve vannak arra a szolgáltatók, hogy például nyomkövető legyen az autóba, tehát ellenőrizni tudjuk, hogy mikor, hol járt, mit csinált. Tehát én azt gondolom, hogy nem volt eddig se gond, és ezután sem lesz gond a téli hó eltakarításra.
Elkezdődött a Kárpátia Aurél utcai rendelő felújítása, itt is egy komoly összeget, 150 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a Cegléd önkormányzat. Igen, ez ugyanaz a pályázati alap, amiről már beszéltem, ez az úgynevezett kompenzációs alap, ebből tudjuk a rendelőt is megújítani, illetve hát ezzel párhuzamosan elkezdődtek már, vagy hamarosan elkezdődnek a csapadékvízelvezető rendszernek a megújítása, rendbetétele, itt ugye a G1-es csapadékvízelvezető rendszer az újvárosi részen, illetve az aranymegyes csíkos szélen levő részek megújítása, illetve karbantartása történik, de visszatérve az orvosi rendelőre, ez is egy nagyon régóta halogatott dolog. A munkálatok elkezdődtek, már beszéltünk itt a televízióban arra, hogy kértük a lakosság türelmét, hiszen erre az átmeneti időszakra, amíg a beruházás nem fejeződik be, addig kényelmetlenségek lehetnek, de én bízom benne, hogy határidőre elkészül a vállalkozó vele, és valóban egy korszerű, energetikailag jól működtethető, költséghatékony új rendelőintézetünk lesz. Amit majd rövidesen át fognak adni, viszont van, amit már át is adtak, új csarnokra bővült a Ceglédi Kovács Izen. Igen, hát ez szintén ugyanaz a pályázati alap, már erről beszéltünk, és ez tényleg nagyon jó, mert jó hangzik így elmondani, de azért akik a megye politikai életébe, vagy gazdasági életébe benne voltak és figyelték, azért azok látták, hogy 2004-től kezdve szerte Magyarországon a földből nőttek ki Európai Uniós forrásokból megvalósuló beruházások, és mi itt Pest megyében csak, hogy is mondjam, ilyen szájtátva néztük, és ez oda vezetett egyébként, hogy ceglédi vállalkozások, illetve környékbeli vállalkozások között többen is áthelyezték a székhelyüket, például az egyébként 11-nehány kilométerre levő Bács-Kiskun megyébe, vagy Szolnok megyébe, hiszen ott jogosultak voltak pályázati forrásokra, és azon túl egyébként, hogy önkormányzati beruházásokra lehet pályázni, azon túl ennek a 80 milliárd forintnak a nagy része az KKV-khoz került. Tehát a pályázati kiírás az olyan, hogy ennek a pénznek a több mint 60%-ára kis- és középvállalkozások pályázhatnak. A Kovács Üzem is egy ilyen pályázatot nyújtott be, és nyert forrást arra, hogy egyébként bővítse a kapacitását. Ami nagyon jó, én az utóbbi időszakban, talán az elmúlt egy évben legalább 4-5 ilyen üzembővítési átadásom volt, amit Cegléden. Ez nekünk azért jó, mert egyrészt korszerűsödnek, fejlődnek a vállalkozásaink, de hát minden szennek maga felé húzza keze. Az is benne van ebbe a dologba, hogy nagyon örülünk annak, hogy ezáltal az adóbevételeink is növekedni fognak, és ezeket pedig olyan közcélokra tudjuk visszaforgatni, amik a városba mindenkinek a javát szolgálják. Volt egy fórum a Szűcstelepen felüljáró kapcsán, itt nem igazán megoldott a gyalogos, illetőleg a biztonságos kerékpáros közlekedés, aztán végképp nem, viszont itt is várható előrelépés. Igen, ugye itt már régóta beszélünk róla, és amikor én polgármester lettem, a ciklus első intézkedése, vagy az első pályázata az volt, hogy a felüljáró melletti kerékpárút, illetve gyalogos közlekedés megoldására egy komoly pályázatot nyújtottunk be. Ezt meg is nyertük, viszont ugye a technikai kivitelezéssel nem olyan egyszerű a helyzet, hiszen ez a felüljáró egy speciális létesítmény, már a meglevő felüljáró, és mindenféle statikai és egyéb egyeztetések kellenek. Ráadásul ugye a Magyar Közútnak a fenntartásában van ez egy állami tulajdonú út, így aztán még bonyolultabb az egyeztetés, de talán most már eljutottunk odáig, és mondhatom ezt ezen a héten a hosszú egyeztetések után egy olyan műszaki tartalom látszik kialakulni, ami mindenki számára elfogadható, és ez azért fontos, mert és finanszírozható is. Az utóbbi időben az azért látszik, és ezt már többször elmondtuk, hogy a 2 évvel ezelőtt, vagy 3 évvel ezelőtt elkészített pályázatoknak, amikor eljut a közbeszerzési eljárás után a tényleges költségvetés, illetve szerződéskötéshez egy ilyen pályázat, akkor az látszik, hogy a költségek azok akár 30-40-50%-kal is megemelkednek, hiszen a piac olyan szinten a gazdasági növekedésből adódóan olyan felszívóerővel rendelkezik, hogy az árak azok drasztikusan megemelkedtek, és hát ezeket a beruházásokat szeretnénk megcsinálni, de az mégsem egy, hogy mondjuk egy 300 milliós beruházásból 6-700 millió lesz, mert mondjuk egy teljesen új hidat kell építeni, ezt nem tudja az önkormányzat lefinanszírozni, ezért olyan megoldásokat keresünk, ami kivitelezhető. Most úgy néz ki, hogy ez meg lesz, és reményeink szerint a közbeszerzés
építkezési eljárás itt is tavaszra lezáródik, és a tényleges építkezés megkezdődik, és az a hosszú-hosszú évtizedek óta fenntálló probléma, ami a Szücstelep megközelítése, illetve a Kernács telep megközelítése kapcsán fönt áll, az talán most már megoldódik. Mennyire megy a korcsolyázás, polgármester úr? Kérdezem hát, ezt. Ha a szerkesztő úr látta, akkor azért a egy évig nincs az... Nem ismerek ilyen szerkezetet a lábamra húzni. Nincs az ember lábán egy évig ilyen szerkezet, akkor kicsit esetleges, de teljesítettem a feladatot, hogy körbeértem a pályán, de majd még gyakorolok úgy, hogy... Igen, ezért kérdeztem, hogy megvolt a próbacsúszás a hétvégén, és ott birtokba vettük a nagyon várt jégpályát ismételten, ami szintén nagyon pazar, és hát most már való van beszélhetünk ünnepi hangulatról, felgyúltak a karácsonyi fények. Én úgy hiszem, hogy igen, hogyha valaki a városba megy egy kört, kinéz a térre, akkor azt látja, hogy a középületeink nagy része gyönyörű szép fényfüzér árba úszik. A Szabadság téren szokás szerint a fák felvillanyozva, a tér tele élettel, bódékkal, jégpályával, minden van, ami szemszájnak ingere. Gyönyörű szép városi karácsonyfánk van, úgyhogy én azt hiszem, hogy elkezdődött a várakozás, a felkészülés időszaka. Fontos dolog, bár ugye ez a fajta rendezvények, ezek zajos forgataggal járnak együtt, de hát az advent lényege az tulajdonképpen az, hogy a felkészülés a karácsonyra, a megváltó születésére, a várakozás, a magunkba nézés. Én azt hiszem, hogy azért ezt is mindenki megtehet, és valóban lélekben fölkészülve úgy jut el a szentestéig, a családok legszebb ünnepéig. Én azt gondolom, hogy ezt elmondhatjuk, hogy ott együtt van a szeretteivel. Mi a város ezzel a kis, ami azért nem olyan kis dolog, tehát a város felfényezésével, az adventi forgataggal tudunk ehhez hozzájárulni. És én úgy látom, hogy szeretik, várják a cegvédiek, de nem csak a cegvédiek, hanem egyébként a környékből, nagyvárosokból, megyeszékhelyekből is járnak át hozzánk, ami meg külön jó. Polgármester úr, köszönöm szépen, imádunk, hát jó munkát kívánok. Köszönöm szépen. Kedves nézők, ez volt a Közérdekű, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra.